Nagy baj, egy, két, egy tököt azért főveszek, úgy bizony, Nagy baj, tök termés. Uzony. Milyen széprend van ebbe a szobába, úgy bizony, milyen szép, kitűnő, rend, rend a lelke mindennek. Rend a lelke mindennek, hogy bizony, de? De. Kitűnő a szobajtó. Na, a lényeg, úgy bizony, de Dobri becserni, úgy bizony, de. Ugye én nagybágyikét újra csölemkezek egyébként, bevásárolok, ő szatyor, kinézik, bevásárolok, ő szatyor, egy a cseg, hogy nagyon jól haladok, a, ö, tehát, a, nagyon jól haladok, úgy gondolám, de ez úgy gondolám, csak megnézem, megy a fölvétel, de, ö, nagyon jól ö, haladok, van meg egy kis tök, Nagyon jól jó, hallgatok a, 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 a házi Mám Máma egész nap, tehát reggel fölkeltem, reggel fölbettem, olyan fél nyolc környékén, átrangyultam nagyba a bódba, egész nap, mondom, tehát reggel, körülbelül 8 órától, fél nyolc-nyolc órától két liter fogyott el. Két liter, a kocsmában, még beméltem, ott tanítottam kétfeles pályinkat, kétfeles, ilyen jó kis szíva, szíva, bepuszíva, szíva, bepuszíva. És oda hogy gyakorlatilag ennyi ölég volt. Tegnap hét sört ittam meg, hét dobos sört, két, ez ilyen naplójöldzet, mert ugye én megígértem, vá, meg Megígértem, hogy ö, beszámolok, még nyáron megígértem, hogy lesznek egy-két olyan mara csídejük, -nagy én nagyba beszámolok arról, hogy ilyen napló vlogok. És most úgy, úgy érzem, hogy ez most olyan hőzetben vagyok, ami miatt egyébként be kell egyébként számolnom egyébként úgy bőndául uh, dolgokról. De. És például az elvonókúráról. Na mostan. Fölírtam egyébként pár darab dolgot. Ugyan. Ja igen, tegnap pedig le hét sört ittam, két feles pálinkát hazafelé nagybe, a kocsmába, a kocsmába, kocsmába, a sört, két feles és egy liter bor. Ez volt a tegnapi csalagom. Mindig, 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 sökkenteni fogom. A bartosizmus alaptétele természetesen egyébként az, és ez nem változott, basztak mert Ez nem változott egyébként. A bartosizmus alaptétele természetesen az, hogy cigre is piára mindig legyen píz. De viszont, most a létatét, mert olyan is, ha én tovább folytatom a mértéktelen csalkolizmus, akkor én szó, a, megmondta anyám, és meg tudom. E szociális, de azt otthonban otthonba fogok kerülni. Én nem fogok, én nem akarok egyébként csotyiális otthonba kerülni, de ezt elmondtam már, de beszámolok, hogy van bennem, tehát van ben, van, van a, a sapka, ö, ö, tehát a sapka alatt azért van, de olyan szinten tartás. A lényeg, ö, kocsmába egyébként kérdezte, most teljesen lényegtelen egy ilyen kocsma haver, hogy a kröténekkel mikor lesz közös csidejó. Soha. Én mondtam egyébként nélkül, hogy a kreténekkel én befejeztem egyébként egy csilletre ú. Reginával és a, a, társaival úgy bizony, de nem, közös csidejó nem lesz. Az az egésznek a csilényege, hogy ő nem lesz között csidejú. Én már több csidejúban úgy bizony... <coughs> több csidejúban... Én már elmondtam, hogy mi miatt. Nem is akarom ezzel húzni a csidőt. Valaki még kérdez, hogy miért nem csinálsz mostanában a csolitikai csidejót, Bartos. Azért, mert nem lehet politikáról mostanában egyébként beszélni, mert ami csolitikai csidejót egyébként nagyba csináltam, az vagy le lett csíltva, vagy privát babt tenni, stb. korhatárosították meg minden ö, kutya fasza tehát gyakorlatilag én ö, nem csinálhatok. Most olyan belekül egyébként ebbe is nyugodni, hogy mostan olyan időszakok vannak, hogy most kus kus most kussa a nevem. Megnyitok egy kis sört, sör, sör. Ső. Na most, a másik, tehát nem lesz egyébként a regináikkal semmiféle cside jó, azzal a himringyó görény cickánnyal, ma a regikével, reginácskával. Mert ő nem férfi, hanem egy ilyen, de ezt már elmondtam, ezt is nem húzom ezzel a csidőt. Ö... Tehát ennyit a politikáról, csak közben iszok egy kicsit. a Johnson Dickel, a kreténeknek az alapító tagjával, még üvele, egyedül még, még üvele szoktam egyébként beszélgetni gyösténként. Hát, ha már fölveszi úgy mert nem mindig veszi fel egyébként a nagyban méltóságos úr. Jó, én ezt helyzet, természetesen, természetesen, vagy nem, hiszen nem tudom, hogy te dolgozol, Dick. Viszont az a lényege, hogy te azt mondtad nékem, azt hiszem, hogy tegnap. Nem voltam egyébként annyira bebaszva, mondom, nem is ittam sokat. Emlékszem egyébként rája, hogy mit mondtam. Annyit mondtam, de hogy ez a házi elvon okura, ez, ez most bé lesz tartva, és mondom, hogy minden egyes nap kövesebbet fogok íni. Tegnap hét dobos sör, meg három feles. Ö, meg egy liter bor. Máma két liter bor, de viszont ö, a sörözés csak ez meg, tehát, tehát nulla, meg annyi, hogy két föle, akkor, kus igen, ha jól emlékszem, tehát ennyi. Hát jól emlékezhetek, mert nem vagyok bebaszva. Tehát egész nap körtészkedtem is itten a kertbe, ki, kiment belőlem ez a bor. Tehát egész nap úgy csopogattam, úgy bizony, és az egésznek a csillagyága úgy bizony, de, hogy én azt mondtam egyébként ennek a Dicknek, hogy minden nap majd kevesebb. Máma csak ennyi. Holnap ő, még kevesebb, holnap után még kevesebb, a végén pedig len, egy hónapot tűztem egyébként ki magamnak, és egy hónap alatt az meg, gyakorlatilag ölég lesz fél liter bor. Meg mondjuk két feles pálinka. Vagy öt sör. Ölé lesz. Megcsinálom. Nem csak magamnak akarok egyébként ezzel bizonyítani, hogy ne kerüljek be, és örökre egyébként, mert, mert ez egy örök dolog, ha én bekerülök egy csotyiális otthonba. Nekem akkor végem. akkor nekem nem lesz, akkor vége a bartosizmusnak. Ö, te de pedig annyit mondtál nékem, hogy ez nem fog menni saját magamtól. Ö, és fölajánlottál cselvonókorát, stb. Ö, ködves díck! Én voltam egyébként már cselvonókúrán, úgy bizony, Dau, 8 hónapot, a szarnak egy pofon volt, az meg, ö, ki, ö, sétálgattam, stb. haverok megtaláltak, és gyakorlatilag újra visszacsúsztam két nap után. 8 hónapot töltöttem cselvonó, utána szüperjék, én, én Ö, újra, ö, újra elkezdtem vinni. Tehát semmit egyébként véleményem. Én azon gond, ö, gondolkodtam, mert te mondtad, hogy ezt én nem tudom véghöz vinni. De megemberülöm magamat, és véghöz tudom egyébként az megvinni. És tényleg akkor azt mondom, hogy fél liter vagy egy liter borra el leszek egy nap, és kész. És nem költ több. Kész. Ö. És akkor te felajánlottad nagyban, hogy hát segíteni akarsz, Ködves Díck, Ör, Nagyon szépen köszönöm egyébként, hogy ő te ajánlgatsz nékem egyébként ilyen marha segítségeket. Vagy ő, segí, ő segí, hogy te segítesz egyébként rata. Egyet, le, egyet egyébként azért hat kérdezzek meg tőled, Nem bántásból, nem sértésből, ő barátságból. Hogy ö, valahogy egyébként néked, ö, te mit ígértél egyébként nagyba, te mit ígértél egyébként nagyba a népnek, tavasszal? Hoppácska. Kicsit azért érzé végig a dolgokat. Annyit mondtál még áprilisba vagy a márciusba egy csidejóba, mert ugye hozzá kell tenni, hogy nem egy gyuf, tehát nem egy, nem az én sovány vagyok, de hogy nem akarok megsérteni, tehát nem egy, egy ilyen, minek nevezik ezt? <Tan mic> nem egy pilinszka, egy gyufaszáll ember vagy, tehát nem egy, hogy mondják, tehát tényleg nem akarom, tehát nem egy, na a csontkollekció. nem azért, na, tehát azért van azért ottan azért, a, a, tehát rász egyébként a mérlegre, aztán kiakad a nyelve például. De ez. De azt hiszem tehát kiakad egyébként a nyilelevezete, még mostan is. Hun van egyébként a te B-tartásod egyik, drága dick, drága Johnson dick. van egyébként, annyit mondtál, hogy 130 kilóról minden ö, hónapban leadsz, 20-15 vagy, vagy, 20 kilót mondtál? Havonta. Na most a legutolsó csidájod, ami mostan készült párna 5 nappal csezelőd, hozzák fel egyébként tennem, úgy bizony drága dick, hogy ö, most sem, ö, most sem vagy egy ö, olyan, hogy mondjam, nem sértőleg, de szerintem abból a fogyásból semmi nem lett amúgy. Hogyan akarsz egyébként másokon segíteni, hogy cselvonul se meg a több, ha saját magad? Tehát gyakorlatilag erre is kíváncsiám a nép, ködves Dick, hogy... Há hogy hogy, hogy, hogy egyébként nem sikerült a fogyás egyébként, kedves dick. Hm? Hm? Da? Még mindig egyébként elég, elég hógolyó kinézeted van. Azt mondtad, hogy 70 kiló leszel. Helyette szerintem még azért egy kicsit markáns az egyébként, ahogy láttam a kis arcocskádat, az meg. Szerintem egyébként toka meg a többi bűl egyébként levonva, még száz fölött lehetsz. Tehát gyakorlatilag beletört a bicskád, ködves dick. akkor én rajtam akarsz sögíteni. Uh -huh, persze. Jó van. Ha nem mén egyébként egy hónapon köröztül nékem, hogy akkor az nem mén ez a dolog, az meg, akkor pedig nem. Belemének tényleg, de szerintem sikerülni fog, bizonyítani fogok és valójában egyébként, és mondom, nem bántásból mondtam egyébként, diszk, csak te, akkor a tényleg október végéig az meg. Nem én, hogy egy liter bor elég lesz naponta, meg mit tudom én, mondjuk 30 szál cigi naponta. Már nékem. Akkor én nagyon segítek egyébként néked. Nagyon segítek néked, úgyhogy lefogyni, Amik, amiket én eszek, az meg ettől én segítek néked egyébként lefogyni amúgy. Egy kis papírdiéta, ugye? Egy kis füvek, Ettől te nem fogsz egyébként. Tehát ettől te, én, én, fél év alatt, én, én ha segítesz nékem, és tényleg csoktóber, vah, nem fog sikerülni az egész, akkor te bebaszol, vagy el, segítesz egy selvonókúrával. Én pedig segítek akkor néked hálám, jeléül egyébként, ködves dick egyébként lefogyni. Ilyen egyszerű, mint az ágyba szarás. Ja. Másik, hogy <kül> a kröténekkel én végeztem, bazd meg. Nincsen semmiféle... Ö, nem, ezek egy mocsokfészek, pláne ez a rögina, tehát ez ez, 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 aztán viszi egyébként a, a prímet, tehát ez, 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 ez ilyen, 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 piszokláda utolsó nem, görényel egyébként, én még nem találkoztam 42 éve maradva. A másik. Itt van ez a bandi. Aki Andi, Andi, csak miatt van nem bandi. Ö, figyelj egyébként ide. Te a sá Ö, Akkor most szemtől szembe egyébként elmondom néked ködves bandiú. -um, hogy néked mi a büdös lófasz. Mi a büdös. Mi a faszom? Közöd van. Te, te néked a sátarajén barát a dolga, vagy erről a dolog, vagy, vagy, vagy te kapcsolatba állsz vele? A, 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 férje vagy? Tehát néked az a XY barátom, az néked feleséget feleséged? föleség? Ö, hugod? Mert idősebb vagy nála. Ö, barátnőd? Tesvéred? Kicsodád néked? De mi a faszot, mit, mi, a pöcsöm végig végét közvetítesz te állandóan, bazd meg? Hogy e ezt írta az a, az a azt ír, ez az amaz. Néked ehhez egyet egyébként susogjál már, mint az őszi szél. De az, 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 az őszi szél. Hogy neked ez mi a. Mi, 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 tehát mi közöd van egyébként a mi kettőnk kapcsolatához? Vagy, vagy ami közvetítő vagy? Ezért füzetnek is néked? Lehetséges. Löhet. Jól van, az az egész a csillag, hogy egyet elmondok. Én osztat a csajt, a barátomat, a sátorajai barátomat a vízre vál. Nem kölbészarni egyébként úgy bizony, de ne, ne csak izzatok be, már úgy értve, hogy alul a bugyiba, nem fogom, békén fogom hagyni, eddig is békén hagytam, most már másfél hónapja semmiféle, tehát semmiféle kapcsolat egyébként nincsen egyébként közöttünk, tehát semmi. Én nem irogatok egyébként, tehát nyugodjatok meg amúgy. Én nem fogok rácsirogatni, nem is tudnák, ö, meg nem is fogom hívni. Híd tőleg rácsot, mert nőhezen lehetne ezt az egészet, az meg, mivel egyébként le vagyok tiltva mindenhúna. Tehát nekem ez nőhéz, nőhéz lenne egyébként bármit is. Nem fogom zaklatni, nem fogom. Rábízom egyébként őre, a lölki ismeretére fogom egyébként bízni, és... Ö... Lölki ismeretére bízom, és figyeld egyébként meg, hogy csidőben rendeződni fog a dolog minden. Jó, a markazi szomszéd párral, nem sikerült, de így belülről egyébként érzem, hogy ezzel a sátor, sátor új helyi barátommal sikerül, ez már lerágott csont, de egy te ne legyél egyébként közvetítő, bazd meg. Vagy ha ezért te kapsz pénzt, akkor le a kalappal előtted, de te légy oly kedves egyébként, ő, te foglalkozzál a saját magad dolgával. Ha, ha, meg nincsen, akkor meg keressél magadnak problémát, de ö, te néked semmi közöd, bazd meg. Ez a, Csbandi, a ez szintén a kröténeknek a csapatjába van, csak ő nagyon ritkán van benne, nem árulom el a nevet, csak annyi, hogy van. Ő háttérmunkákat csinált, hogy most nem csinál szerintem semmit, olyan operatőri dolgokat, hogy fölvett csamerával, tehát ilyenekre. De néked egyébként ehhez, ehhez nincsen egyébként közöd, szerintem mert tényleg ha a férje lennél ennek a szilonnak barátomnak, vagy bármi, akkor azt mondom, hogy jól van. Igen. Meg kell védeni a feleséget, vagy a barátnőt. De így egyébként így ennéked ehhez. Te ne legyél egyébként már, mi, akkor csinálj -e egy, egy mi békítő só vagy a faszom tudja. Én nem fogom zaklatni. Még arra is gondoltam egyébként azt, de mondom egyébként egy hónappal se ezelőtt, ez a, ö, jány, ez a lány egyébként nagyon szereti az édességet, a csokoládét. Ni igen, és nincsen magával megelégedve. Ha sztój! Egyet egyébként elmondok. Ö, nem tudom, mert úgy bizony, nem? Ha valaki nincsen önmagával megelégedve, és ő... És egy gyönyörű szép lányról van szó. Akkor hogyan tudná egyébként másokkal? Tehát ha, ha én, 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 én ő, saját magamban bá, én ö, izé vagyok. Tehát hogy nem. Tehát hogy nem vagyok magammal megelégedve. Akkor hogyan tudnák egyébként... Ö, másokat elfog? ö, elfogadott engem. Hm. No de az a lényeg egyébként, tehát ő nincsen megelégedve magával. Érdekes egyébként, a ronda nők azok, a uh, ronda, de azt hiszem, ronda nők egyébként azok mind meg vannak egyébként cselégedve, a szép nők meg akkor mindenbe magukba hibát találnak. Tehát van ilyen. Ez a csilleti, az a barátom, ez egy nagyon makacs. Nagyon makacs, öntörvényű, de nagyon ködves. Szeretetteljes, lelkiekben egyébként mindig támogatott, stb. De egy nagyon makacs, és tényleg falakat épített egyébként maga köré. De viszont lőlkiekben mindent megtudtunk össze... Ez lerágott sőt, nem is akarom, nem ezzel akarom húzni egyébként a, a, az időt. Ö, attól csüggetlenül ő tényleg, ö, hogy mondjam, hogy csukiszuki. makacs, öntörvényű, de nagyon kedves, tehát ködves. Tehát nagyon ködves, és szeretetre méltó valaki, aki még egyelőre nem tudtam földolgozni az elvesztését, de idő, 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 az idő minden meg fog csoldani, és nagyon rá fog egyébként arra gyűnni, hogy mindenkinek jár egyébként kétőség legalább még egy győség. Nem gyűr rá, akkor meg nem tudok mit csinálni. Én, én úgy érzem, hogy megtettem mindent. Slusz. Gondoltam egyébként, hogy olyan, ja igen, azt mondtam, hogy egy, hogy egy csokoládékat küldöm, mert édes szájú is, hogy küldök a munkahelyre neki egy, föladok egy csomagot, és nem tudom a lakcímit hogy akkor küldöknék ki egy csomó csokoládét, mert ami okoládé, csomó miatt nem lett csokoládi. De nem, 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 azért nem, mert nem fogom zaklatni, mert üllepedjék le ez a dolog egyébként benne, tehát üllepedjék le, mérlegűje, úgyis egyébként, ba, üzletául, tehát uh, leüllepszik, leüllepszik ez a dolog, lássa azt rajtam is, hogy meg köz, ugye közvetítve vagyok, mert a bandi az állandó, nem tudom mi a faszomat képzül, hogy az itt közvetít egyébként, és lássa a változást egyébként rajta, meg látja azt, ad, hogy én ö, igenis egyébként, hogy nem, ö, tehát hogy, hogy ö, nem akarom ezt a kapcsolatot egyébként béfejezni, mert tényleg nagyon lölki kapcsolat volt ez az egész, én egy beszűkült élete tényleg, az meg, nékem annyi, hogy mit tudom, eljárok a kocsmába, meg itt hol vagyok, meg rendezgettem a kertet, meg amikor van napszám. És ha lássa azt, ad, hogy én kezdek a csalkoholból is így fölőzélni, bolyszáltatni magamat, és nem írok hülyeségeket, de, de az a baj egyébként, hogy ülnék ki, de nem akarok elárulni semmit, mert ez nem senkinek semmi közelhő. Ma papírfébítani, senkinek semmi kell, de ő a szüleivel is állandóan veszekedett. Tehát mindig egyébként mondta, hogy meg, meg olyan nagyon tehát érzékeny, tehát érzékeny, egy mimóza, de közben egy nagyon határozott valaki. De vannak egyébként ilyen csajok, akik, akik, ö... de, ugye. Nagyon nőhezen Bocsájtanak meg, de a végén csak megbocsájtanak. És az a lényeg egyébként, hogy szerintem ő ez a csategória, mert ő egy csupa szív ember. És olyan szíve van egyébként Néki, mint nem is találkoztam egyébként még ilyen emberrel. Még a csató. Hát a Katia barátnőm azért is nagyon szeretett engemet. Jó, ez nem egy szörelem, ez egy szölemi kapcsolat, egy lelki kapcsolat, de akkor is én nagyon sajnálnám egyébként, ha ez belem elmenne a levesbe, és akkor úgy, úgy halnánk meg, vagy úgy ö, mennénk el a vízéből, hogy akkor ne, nincsen egyébként megbocsátás mindenkinek. Van egyébként szerintem két ösély, hú de elment a csidő, úgy bizony hogy már megint fogy az idő meg a bücső, tehát szerintem egyébként mindenkinek jár egyébként még egy ősély ezt tett kell egyébként nagyba és szerintem ő, ő, rá fog egyébként arra gyűni, hogy, hogy igen, hogy igen is, hogy hogy akkor. Ö, igen. Itt van például ez a Röbeka meg a Cs Renáta. Én, ö, ők levittek engemet a Markazra, Hővés megyében, majd föl lesznek azok a csidajók, csak az unoka is elfoglalt, meg barátja is van, most már 16 éves, stb. Mi a fasznak, azt nem tudom. A 16 évesnek barátom, stb. De mondta egyikén néki, hogy majd akkor vágja össze ezt a fémkunyhós dolgot. Az is meg lesz majd a héten, úgy bizony. De ez a csöröbekap például, mondom, egész napot együtt voltunk, meg a Rönáltával. De az is csöröbeká! És nem alakult ki semmiféle olyan, egyszerűen egyébként ez egy segítőkész csajok, nagyon szép jányok, és nem alakult egyébként ki olyan kapcsolat, mert tehát nem volt az, hogy akkor a, a röbek azt írta volna nekem, hogy ő ezernyi ölelés, meg puszi, meg anyám picsa, stb. Úgy, ú, úgy köszönünk el egymást, nincsen két értelmű lövelezés. Úgy köszönünk el egymástól, üdv, hogy öh, üdv, Csabi, üdv, üdvözletem, Rebecca. Tehát nem alakult ki semmi. Ő neki, ő barátja, stb. Nem akarok tőle egyik semmi. Ez egy baráti kapcsolat. Tehát úgy érzi, hogy barát, segítőkész baráti kapcsolat. Az ég egy világon, de hogy akarok, mit akarnák már? Hát most egy 24 éves, nem az, hogy 24 éves, mert faszomat bele. De attól csüggetlenül, tehát mi, mi nem, nem, nem alakult ki olyan régi, ö, kapcsolat, hogy akkor küldjél ö, régi képeket magadról, és akkor leírom, hogy ez, meg az, meg amaz, meg... ez ez félreérthető? Vagy te ezt nem érted? És amikor ö, a, leg, a legszebb nap volt egyébként, az a, nem is tudom, jú, július 15-e talán, amikor legyűjt, vagy a faszom tudja, hozta, amire igényem van, és éppen ezért én akartam mostan, mert nékem folyékony dolgokra egy kurva drága márkás bort is hozott, egy, egy pöpec bort. Bizony, de? Egy pöpec kurva drága tokai, baba tokaik azok, azért bőleg drága. Ezt nem felejtem el amúgy. Meg amikor itt volt, stb. És nagyon jól és akkor Tartjuk a kapcsolatot, jó, én elbasztam valóban. De ezzel csvége. Itt van például a Csamionó Zsófi. Csamionó Zsófi is nagyba vál. Az a kamionó Zsófi, aki megcsinálhatogatott. Ő, de például ő is nagyon szimpatikus volt a stílusa. Mondom, én tíz éve egyedül vagyok, és egy beszűkült állapotban élek. Tehát én a, a, nekem egyébként nagyba a csalkohol a barátos ném, nem is akarok ezen csváltoztatni. Ú, vagy jobban, nem, nem, nem úgy nem akarok csváltoztatni, hanem mérsékelni akarom, hogy ne csináljak nagy két hülyeséget. Viszont, fá. Viszont a Csamionó Zsófi, ő is tetszett, mint ilyen, a stílusa, egy, a temperamentusság, rátermeltsége, hogy azért egy vezet egy, egy fiatal járni, azért az nem semmi sámli. Meg ugye ámbrok, tetszett a stílus mindjárt, tehát, tehát, maga a Zsófi is. De, viszont neki van barátja, és én ezt tiszteletben tartom bal meg. Tehát, és nem, nincsen semmiféle zaklatás, egy hónapban egyszer rájaírok, vagy ő is rám ír, és ennyi. Meg beszélgettem véle két hónappal, se előtt kb. Semmi más. Ennyi. Kész. Tehát nem alakul ki semmiféle lelki mély barátság, stb. Úgyhogy mondom, Csamionó Zsófival is egyébként úgy voltam, mondom, ez Bartos is napló vlog, de az is csilogvár. Megértettem. Van neki barátja, úgy is gyűjt le, hogy barát, barátta, tudomásul vettem, stb. Nem akartam tőle semmit. Az, hogy részeg voltam meg, mit, az egy dolog. Viszont ennél a másiknál, vagy másik kicsi barátomnál itt egy nagyon lőr kikapcsolat, de ez vége. Most tényleg már túlragoztam, és nem fogják megnézni a csidejét, de unalmassá válik. Csak ez Bartosista napló vlog. Hát így beszámolok a dolgokról. Na ennyi. Nem is húzom egyébként, mert fölösleges. Tudom. Na teve. Szép estét egyébként mindenkinek, úgy bizony, de úgy. Kész. hé. Úgyhogy én tudom egyébként, hogy az idő megold egyébként mindent. Beforraszt a nagyba egyébként a fájdalmakat, a söbeket mert befogja, mert az élet az így működik, hogy be befogja egyébként nagyba forrasztani ezeket a süveket nála, és minden mehet egyébként tovább. Ennyi. Igen, én ezt érzem egyébként belülről tehát én érzem egyébként ezt